Wiser megoldás tartalmaz okos eszközöket. Az okos eszközök lelke az asztalon található központ. Ezzel tudjuk megoldani a rendszer alap működtetését, távolról elérését és hálózathoz csatlakoztatását. Ebben az esetben az eszköz mobiltelefonról, tabletről elérhető alkalmazáson keresztül. Az alkalmazás elnevezése Wiser by SE. Az alkalmazás letölthető a két nagy platformra, Androidra és iOS-re. A kapcsoló, a dimmer és a redőnyvezérlő a közeljövőben mikromodul formájában is elérhető lesz. A mikromodul tulajdonképpen egy pici modul, amit a szerelvénydobozba, illetve az armatúrába is elhelyezhetünk, funkciójában nem különbözik a többi kiviteltől. A kezemben tartott dugai adapter elérhető a kínálatban. A dugai adapter bármely sukóhajzatba beilleszthető, ami a lakásban található. Segítségével olyan eszközöket vezérelhetünk, illetve fogyasztásukat mérhetjük, amelyek normál esetben csak be vannak dugva a konnektorba, például egy hűtőszekrény, egy állólámpa, illetve egyéb hasonló eszközök. A rendszerben az alábbi 4 szenzor érhető el jelenleg. Nyitásérzékelő, mozgásérzékelő, hőmérséklet és páraérzékelő és vízbetörésjelző. A pára és hőmérséklet szenzor segítségével a helység pára és hőmérséklet adatait tudjuk a Wiser központ felé továbbítani. Ezeket az adatokat a későbbiekben automatizálási feladatokhoz tudjuk felhasználni. A vízszivárgás érzékelőt a lakás bármely pontján alkalmazhatjuk, ahol vízbetörésre számíthatunk. Ilyen helységek például a fürdőszoba, a konyha, a mosókonyha, ahol a különböző vízzel működő gépek találhatók. A szenzort a padlóra kell helyezni minden esetben, a két érzékelő csúccsal a padló felé nézve. Az új szedne óriási előnye, hogy a hagyományos és az okos szerelvények könnyedén egymáshoz illeszthetőek. Megfizethető kényelem, könnyű telepíthetőség, egyszerű használat, megbízható minőség, modern design. Szerintem az új Sedna és a Wiser a legjobb választás mind a villanyszerelőnek, mind a végfelhasználónak.